Ukrajnában olyan bankintézeti hálózatot kívánnak létrehozni, amely hosszú távú áramszünet esetén is működni fog. Mindegyiket tartalék áramforrással látják majd el. A hírt Andrei Pisné az Ukrán Nemzeti Bank vezetője közölte. Mint fogalmazott, közel ezer hasonló intézmény létrehozását tervezik. Hagyományosan legyőzhetetlenség banknak vagy power bankingnak hívjuk ezeket. Ez az a hely, ahol rendkívül kritikus helyzet esetén is a teljes bankhálózat működni fog, jelentette ki a Nemzeti Bank vezetője. Hozzátette, a bankrendszer egyik első reakciója az orosz támadások utáni áramszünetekre az volt, hogy az Ostsát és a Privat Bank bevezette a nemzeti roaming kártyákat. Ezek esetében a tarifák minden kártya számára azonosak, függetlenül attól, hogy melyik bankhoz tartoznak.